A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara a verseny két napjára közel 500 általános iskolás diákot juttatott el saját pályaorientációs tevékenysége keretében. Céljuk az volt, hogy a diákok láthassák a mesterségek legjobbjait, megismerkedjenek a szakmákkal és ki is próbálhassák azokat. Pályaorientáció szempontjából azért fontos ez a kétnapos verseny, mert ez a kamara legnagyobb kirakat rendezvénye. Több mint 14 ezer látogató, gyerek, szülő, pályaorientációs munkatársak, osztályfőnökök, pedagógusok fordultak meg itt a két nap alatt. A kamara gondozásában lévő 125 szakmából 41 szakma szerepel a versenyen. A szolgáltatóipartól kezdve az építőiparon át egészen a gépészetig. Tehát több szakmacsoportot felvonultatunk, sok szakmát. Választhatnak lányok, választhatnak fiúk szakmákat. Tehát mindenki jól járt, aki ide kijött, hiszen nem csak látta, hogy a legjobbak hogyan versenyeznek, hanem saját magát is kipróbálhatta, hogy milyen ügyes, hogy tudja használni az agyát, a kezét, a fejét. Fontos, hogy a fiatalok olyan szakmát tanuljanak, amiben jók lehetnek a későbbiekben. Békés Csabáról a Békés Csabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston tagiskolája is részt vett a rendezvényen. Az intézmény egyik tanára arról beszélt, kinek ajánlja, hogy az ő iskolájukban tanuljon mesterséget. Azt gondolom, hogy azok a 6-7-esek, 8-osok, ugye, jöjjenek hozzánk, akik a villamos szakma iránt éreznek valamiféle vonzódást. Azokat várjuk, akiknek a matematika és a fizika tantárgyak a szeretett tantárgyaik között vannak. Ezek elengedhetetlenül kellenek ebben a szakmában. Azokat a gyerekeket várjuk, akik nagyon nagy türelemmel rendelkeznek. A finom motorikus készségeik szuperul ki vannak fejlődve, és mindenkit várunk, aki a villamos szakmában valamit el akar érni. A rendezvénynek több fontos üzenete is volt a résztvevők számára. Az egyik ilyen, hogy a diákok megismerhessék a különböző szakmák egyediségét és a bennük rejlő lehetőségeket. Ennek a rendezvénynek több nagyon fontos üzenete is van. A legfontosabb szerintem az, hogy megismertesse és megszerettesse a fiatalokkal a különböző szakmákban rejlő lehetőségeket, és megmutassa azt, hogy melyik szakmában mi az a különleges és mi az a vonzó, ami egy életre odakötheti azt a fiatalt a választott területhez. Természetesen nem csak a versenyző fiatalokkal, hanem a legnagyobb célja az lenne, hogy minél többen a pályaválasztók és a pályaorientáció előtt álló gyerekek is megismerhessék ezeket a szakmákat. Hatos Istvánné hozzátette azt is, hogy szeretnék visszaadni a szakmák becsületét, megismertetni minden emberrel ezt, és fontos lenne, hogy a fiatalok itthon maradjanak és itthon gyakorolják ezeket a szakmákat. Erre ösztönözhetik a diákokat az elért eredmények, ugyanis a Békés megyei indulók közül 14-en döntőbe jutottak, ebből pedig 6-an dobogós helyezést értek el.